Tisztelettel köszöntöm Önöket, az Egyenes Beszédet látják. Kedden este én Rónai Egon vagyok, és Navracsics Tibor a vendégünk. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Most ugye kétszeresen is kormánybiztos, van egyszer egy Veszprém Kulturális Főváros 2023, és van egy Észak-Dunántúli régió fejlesztésért felelős kormánybiztosi pozíció. Tehát majd, hogy nem össze is ér ez a kettő térségét tekintve. Igen, igen, ezért is gondoltam én is azt, hogy összeegyeztethető a kettő. Egy kicsit olyan, mint a matrioska bábuk, az egyik kisebb, másik nagyobb. De ha a kettő jól össze van hangolva, akkor nagyon jól tudják segíteni egymást. Egy évvel ezelőtt, hát szintén ugyanabban a térségben járt egy veszprémi rendezvényen, azt nyilatkozta az egyik tévéstábnak, hogy megpróbálom szó szerint, hogy a Fidesz és a kormány sorsa azon múlik, hogy a következő egy évben képes-e a korrekcióra. Egyúttal a valóságérzékelési problémákról is beszélt ott abban az interjúban. Gondolom emlékszik rá, azóta szinte napra pontosan egy év telt el. Hogy látja, volt korrekció? Tehát valami én látok korrekciót. Nyilván már a 22-es választásra készülve, én ebből a szempontból úgy gondolom, hogy jó kondícióban van most a Fidesz 22-re, még úgy is, hogy egy koronavírus járvány azért alapvetően próbára teszi a kormányokat mindenhol Európában. De én azt látom, hogy igen, jó úton halad. Azt mondta akkor, hogy elveszítette a valóságtól, a társadalom valódi problémájától való, vagy azzal kapcsolatos érzékenységét a kormányzás. Ezt is látja visszatérni? Mert nagyon sokan pont ezt hiányolják most is. Látom visszatérni, de nekem még most is vannak olyan témák, amelyekről úgy gondolom, hogy túlságosan ideológikusak. A Fidesz egy sokkal pragmatikusabb párt volt a történelme során mindig. Szerintem a sikerét alapvetően az jelentette, hogy annak ellenére, hogy volt egy határozott világképe és értékelkötelezettsége, de ezt rugalmasan tudta a valósághoz idomítani, amit persze van, aki opportunizmusnak mond, más rugalmasságnak, de mégis ez egy életképesség egy politikai párt számára. Én úgy gondolom, hogy még lehetne pragmatikusabb egy kicsit. Nem úgy van, hogy inkább a valóságot hajlítja saját magához nagy előszeretettel Orbán Viktor? Nem, szerintem a legkevésbé. Úgy gondolom, hogy a Fidesz, ahogy élesednek az érzékszervei nyilvánvalóan az éles helyzetre készülőben, úgy ismét alkalmazkodni fog a hétköznapokhoz. Mondom, én még most is látok egy-két olyan konfliktust, amit szerintem jobb lenne abba hagyni. Például? Nem mondok most. Hát segítsen. Ebben ki tudják találni a nézők is. Jó, akkor én mondok egyet, amiről én azt gondolom, hogy biztos zavarja egy kicsit, de lehet, hogy én ezt rosszul érzem. Ugye Brüsszelt látott politikus. Amikor azt hallja, hogy mindig mindenért Brüsszel a hibás. Ha sok a pénz, ha kevés a pénz, ha nem jön a vakcina, ha lekötöttük a vakcinát, de emiatt nem fér hozzá Magyarország, és most mindegy, mit mondok. Ha Brüsszel, akkor mit gondol? Valóban, én itt úgy gondolom, hogy jobban áramvonalasított Európa politika szerintem hasznosabb lenne a Fidesz számára is. Az milyen jobban áramvonalasított? Kevesebbet kellene erről beszélni például? Jól kijelölve azokat a prioritásokat, ahol nekünk alapvető érdekünk van az Európai Unióval való szoros együttműködésre. Akár úgy is, hogy azt mondjuk, hogy nekünk van egy határozott Európa képünk, majdnem minden országnak, majdnem minden pártnak van egy határozott Európa képe, és egy kicsit annak megfelelően rendezzük át az Európa politikát, hogy példát mondjak. Ha mi azt mondjuk, hogy mi inkább egy kormányközi, egy kevésbé föderális, konföderálisabb Európát szeretnénk, akkor több energiát lehetne fektetni azokba a politikákba, amelyek nem föderális jellegű politikák, hanem a szubszidiaritás alá tartoznak. Vagy bizonyos szakpolitikáknál kijelölni azt, hogy nekünk ott alapvető érdekünk van, Brüsszellel való szoros együttműködésre, és ennek megfelelően ott az élére is állunk az együttműködésnek. Én úgy gondolom, hogy egy ilyen hangsúlyosabb, árnyaltabb Európa politika hatékonyabb tudna lenni. Például az Európai Ügyészséghez csatlakozni éppen azért, mert olyan rossz híre van, ahogy ön is egy interjúban említette egy német lapnak, majd eszembe jött, hogy melyiknek, de biztos tudja. A Spiegelnek, így van. Tehát, hogy annyira rossz híre van a nemzetközi sajtóban Magyarországnak, az Európai Ügyészséghez csatlakozás nem oldaná ezt egy kicsikét? Nem oldaná azt a képet, hogy nem véletlenül nem akar a magyar kormány az Európai Ügyészséghez csatlakozni? Egyáltalán nem a megítélésünk múlik ezen? Hát látja, most azért vagyok nehéz helyzetben, mert az Európai Ügyészséghez való csatlakozást annak idején még igazságügyminiszterként én kezdtem, és én fordultam a Magyar Országgyűléshez, hogy ítéljék meg, mert úgy gondoltam, hogy a magyar szuverenitást
az Európai Ügyészség akkori formájában olyan mértékben érintette volna, hogy a legfőbb magyar állami szervnek, az országgyűlésnek kell döntenie, és ugye az országgyűlés akkor úgy döntött, hogy ne csatlakozzunk hozzá. Speciál nem erre gondolok, de például olyanra gondolok, hogy például a közös mezőgazdasági politika nagyon-nagyon sok mindent ad a magyar mezőgazdaságnak, nagyon sok mindent ad a magyar vidékfejlesztésnek. Lehet, hogy egy kicsit lehetnénk méltányosabbak a kritikák megfogalmazásánál Brüsszellel kapcsolatban, mint ahogyan egyébként szerintem ezen a területen egészen biztos, hogy egybeesnek az érdekei Brüsszelnek, vagy az Európai Unió közös mezőgazdasági politikájának irányítóinak, Wojciechowski biztos úrnak, aki ráadásul lengyel is, és a magyar kormánynak. Azt mondta Orbán Viktor az eligazításon, amit az európai parlamenti Fidesz tagoknak tartott, hogy komoly csatákra számít, ezt idéztük is a bevezetőben. És egyebek mellett emlegette például az Európai Néppártot, amelynek egy része a kormány véleménye szerint Soros György zsebében, más része Soros György kezéből eszik, és ilyen módon van foglyul ejtve, meg libernyákokkal van már tele az Európai Néppárt is. Ezek mennyire hasznos megjegyzések, és mennyire hasznos csaták? Az kiderül majd a végén, hogy mennyire lesz hasznos. Én az első perctől kezdve azt hiszem mindenki számára világossá tettem, Fideszen belül, Fideszen kívül, mindenhol, hogy én alapvető fontosságúnak tartom, hogy a Fidesz maradjon az Európai Néppárt tagja. És de ahhoz kellene gesztusokat gyakorolni, nem állandóan ütni kéne. Mind a két oldalról kellene gesztusok. Nekem egy kicsit a helyzet arra emlékeztet, amikor a kommunikáció hiány miatt mind a két fél elkezdi a legrosszabbat feltételezni a másikról, és aztán ezeket előbb csak verbális, majd pedig tényleges tettek is követik, vagy helyzetek követik. Én nagyon fontosnak tartanám azt, hogy a Fidesz megmaradjon az Európai Néppárton belül, tegyen olyan lépéseket, folytasson olyan konzultációkat, aminek következtében az Európai Néppárt értse meg, hogy a Fidesz nem az Európai Néppárt ellenében politizál, és a Fidesz pedig tegyen olyan, ha úgy tetszik, gesztusokat, vagy olyan politikai lépéseket, amelyek világossá teszik, hogy a Fidesz alapvetően ma is a keresztény demokráciát képviselő Európai Néppárt. Na, de azt mondja a Fidesz, hogy a néppárt maga nem keresztény demokrata. Hogy a néppárt elment valami nagyon súlyosan balos, liberális világ. De ezt a vitát a párton belül, már az Európai Néppárton belül is meg lehet vívni. Én nem gondolom, hogy itt az a jó megoldás, hogyha akár kivonul, akár kizárják a Fideszt. Az ön jövőképében van egy olyan verzió, hogy eljöhet ez a pillanat, amikor a néppártból kizárt Fidesz abban lesz érdekelt, hogy az országot kivezesse az Unióból? Nem. Az egyszerű válasz volt, és egyértelmű. Stumpf István a minap úgy fogalmazott, ezt is megpróbálom egészen pontosan, hogy gyakori immár 9. alaptörvény módosítása jogrendszer stabilitását veszélyeztetheti. Ugye ebben az alaptörvény módosításban és abban a korszakban igazságügyi miniszterként elég komoly szerepe volt. És ezek súlyos szavak, amiket Stumpf István mondott. Egyet ért ezzel? Orbán Viktornak kellene az alkotmány pakolgatásától egy kicsikét tartózkodnia? Már arra gondol, hogy a túl sok módosítás lesz. Hát ez a 9. volt most, igen, és ugye Stumpf István is azt mondta, hogy hát ez azért ennyi idő alatt egy kicsit sok. Egy rendszer kiépítésénél azért ez előfordulhat, és akárhogy is nézzük, ez 9 év alatt, ugye? 9 év, 10 év alatt, majdnem 10 év alatt a 9. módosítás, amit szerintem el tud viselni a rendszer, hogyha ezek stratégiai jellegű módosítások. Ugye De Gaulle, amikor bevezette az 5. köztársaságot, vagy az 5. köztársaság alkotmányát, akkor még közel 5 éven keresztül rendkívüli rendeletalkotási jogot kapott arra, hogy finomítsa az egész szerkezetet és alkotmányos szerkezetet. Tehát ez önmagában szerintem belefér. A kérdés az, hogy magának az alaptörvénynek a koncepciója változik-e, vagy nem változik a módosítások következtében. Stumpf István nyilván legitim kritikát fogalmaz meg, ő alkotmánybíró volt kancellária miniszter is, ki vagyok én, hogy én ővele itt most akár vitába is szálljak. Hát te volt igazságügyi miniszter. Igen, de hát én úgy gondolom, hogy az ő véleménye ebben a pártban, még a Prasos Stumpf István is tagja a Fidesznek, elfér több vélemény egymással. Ön volt az a fideszes politikus, szerintem az egyetlen, aki azt kimerte mondani, hogy Brüsszelben a Soros tervet nem ismeri senki.
Egészen pontosan én azt mondtam, hogy az Európai Bizottság napirendjén nem szerepel a soros terv megoldás. Ez most is így van? Ez most is fenntartja, hogy ez a fajta kommunikáció, amely az egész országot ellepte óriás plakátokkal és mindennel, azért ez inkább kormánypropaganda volt, és nem a valóság? Hát ez egy 3 éves történet. Ez most is tart. Többszörösen lezártam. Ön még nem, ahogy látom. Hát mi nem tudjuk lezárni, hát nézze meg, ugye ez a vita, amit Orbán Viktor vívott most a lengyelekkel együtt, igen. Ez is a sorosozásba torkolott. De ez a politikai kommunikáció része, ahogy látom, ez egy bevett eszköze a magyar politikai kommunikációnak, pro-kontra Soros. Az Európai Bizottság, akkor, amikor én a bizottság tagja voltam, akkor egyetlen egyszer sem szerepeltette azokat a megfontolásokat hivatalosan a napi rendjére, amelyeket Soros György megfogalmazott. Ez így kerek. Ön az oktatásért is felel tudni, hogy biztosként. Jó szívvel tudná a magyar oktatási változásokat, amik az elmúlt 10 évben lezajlottak, a többi uniós tagállamnak javasolni? Egyik nemzeti megoldást sem tudnám teljesen jó szívvel javasolni egy másik országnak. Ez nagyon sokszor előkerült az alatt, az 5 év alatt is, amíg biztos voltam. Ugye mindenki a finn modellt szokta, mostanában már inkább az észt modellt szokták mert, hogy a siker. Ajánlgatni. Igen, de a finn modell Finnországban volt sikeres, az észt modell Észtországban sikeres. A legnehezebb az, hogy az oktatás annyira kultúrába ágyazott, hogy minden országnak magának kell megtalálnia azt a vegyüléket mondjuk a különböző nemzeti megoldásokban, ami sikeres lehet. Hogy a magyar mennyire sikeres, ugye ezt felmérések időről időre mutatják nekünk, hát az Európai Bizottságnak akkor, amikor én a bizottság tagja voltam, akkor is voltak évről évre felmérései minden ország oktatás ügyéről, a magyar oktatás ügy akkor úgy a felső közép csoportba tartozott, makacsul két probléma jött mindig vissza, az egyik az oktatási rendszer elérhetősége, azaz a hátrányos helyzetűek számára, akár területileg, akár etnikailag hátrányos helyzetűek számára mennyire elérhető a minőségi oktatás, illetve az idegen nyelv tudás és az idegen nyelv oktatás. Ezek évről évre visszajövő problémái voltak a magyar oktatásnak, de voltak más területek, ahol pedig jól teljesít. Az a fajta centralizáció, ami a magyar oktatásban lezajlott az elmúlt években, az vezetett sikerre más európai országban? Ezt hogy látta? Mert ugye itt azért nagyon egyirányú lett az oktatás folyamata. Egy tankönyv, egy tanterv, egyfajta húzatnak kell megfelelnie valamennyi kispárnának. Nem megkerülni akarom a kérdést, de emlékeim szerint abban az időszakban szinte párhuzamosan a magyarral, a svéd oktatási rendszert pedig hihetetlenül decentralizálták. És az sem... Tehát ott is nagyon nagy vita volt arról, hogy az úgy jó-e, ahogy van. Nem tudom megmondani. Ugye annak idején arra emlékszem kormánytagként, hogy amikor állami kézbe vettük az oktatást és centralizáltuk az oktatást, akkor az egyik elsődleges cél az volt, hogy a 12. kerületi iskola és a beregi iskola által nyújtott érvényesülési és életlehetőségek között lévő olló záruljon valamilyen szinten. Szűk 10 év telt el azóta, nem láttam ezzel kapcsolatos felméréseket, de amit említettem korábban problémaként, ami notóriusan visszajön, ami azt mutatja, hogy a hátrányos helyzetűek nem tudnak hozzáférni a minőségi oktatáshoz, azt mutatja, hogy itt még van bizony javítás. Az Unióban az egyetemi tanszabadság, az egyetemi szabadság kérdése egyáltalán az téma? Felszokott ez merülni témaként, vagy evidenciaként kezelik az egyetemek szabadságát? Nemzeti hatáskör, de felmerül. Annak idején, amikor én voltam biztos, akkor az Európai Egyetemek hálózatát akkor kezdtük el kiépíteni, és ennek kapcsán természetesen ez is felmerült. Akkor nem csoda, hogy az SFE története az most téma az Unióban? És időnként lehet hallani éles hangokat. Ugye ez nem csoda, én nem mondtam. Közéleti szereplőktől a politikusokig sokan megszólalnak ez ügyben. De az Európai Unióban is vannak különböző, hogy mondjam, tehát az Európai Parlamentben nem csoda, hogy megjelenik, hiszen a politikai vélemények jelennek meg. Az Európai Bizottság profiljában más intézmény, ott is megjelenhet vitatémaként, akkor, hogyha legalább a gyanúja a jogsérelemnek felmerül, akkor az Európai Bizottság is szokott foglalkozni ezekkel a kérdésekkel, de ez sokkal szűkebb kör. Az Európai Parlamentben nem csoda, az Európai Parlamentben rengeteg minden. Nekem egy egész éjszakás plenáris vitát kellett végigülnöm a bizottság képviseletében, arra vonatkozóan, hogy a nyári időszámítás és a téli időszámítás milyen káros elváltozásokat okoz az ember életében. Folytatta ezt az Európai Parlament Strasbourgban valamikor 2016-ban. Hát és az még most nincs eldöntve, hogy melyik hát
azért én mondom, ez hogy válaszol, minden vita előfordulhat, nincs abban semmi. Hiányzik önnek Brüsszel? Bizonyos dolgok hiányoznak, igen. Használja valaki Magyarországon azt a tudást, amit ott összegyűjtött az Unióról, a brüsszeli mechanizmusról, a brüsszeli ismerettségeit? A felsőoktatásban igen. Sok megkeresést kapok, oktatom az Európai Uniót, több egyetemen is, diákok megkeresnek, szakmai továbbképzéseknél keresnek, igen. És a politika? Nem annyira. Európa politikában nem annyira. Ilyen furcsa. Na, akkor Veszprém. Végre. Végre. 2023 Európa kulturális fővárosa. Első hallásra meghökkentő az összeg, ami erre megy. Lehet, hogy tételesen lebontva nem is olyan nagyon sok, de ugye, ha jól tudom, 50 milliárdból tervezem, most 83 milliárdnál járunk, hogyha hozzátesszük a vár költségeit. De az más, az csak időben esik egybe. Ez valójában az érsekségnek a vár felújítási programja. Kétségtelen, hogy segíti az Európa kulturális fővárosát. Az nyilván jól fog kinézni egy felújított vár. Igen. De mi lesz a program? Mire megy a pénz, vagy mire érdemes adni ezt a pénzt? Ugye a program egy jelentős része abból áll, amivel pályázott Veszprém. Ez megtalálható a honlapján, az Európa Kulturális Fővárosa honlapon, ami programokra vonatkozik, kezdeményezésekre vonatkozik, egy másik része pedig infrastruktúrális beruházások. Igyekszünk óvatosak lenni az infrastruktúrális beruházásokkal, mert Pécs egyébként egy sikeres Európa kulturális fővárosa a vállalkozás volt, azzal szemben, amit mi Magyarországon általában számon szoktunk erről tartani. Én, amikor biztosként, ugye a kultúráért is felelős voltam, az Európa kulturális fővárosa pozitív példákat hoztam, akkor a munkatársaim mindig belefoglalták Pécset is. Pécs egy sikeres vállalkozás volt, de ahol kétségtelenül sikertelen volt, az infrastruktúrális beruházások. Ugye a Kodály központ és a Zsolnai negyed későn is készültek el, és nem igazán sikerült a fenntartható üzleti modellt érvényesíteni a későbbiek folyamán. Az látszik, hogy mi lesz Veszprém számára a nagy modell, és akkor, vagy a nagy dobás, és akkor az a modell az lehet, hogy másoknak is jó? A nagy dobás tulajdonképpen már létezik Veszprémben. Veszprémben van egy Hangvilla nevű koncert és konferencia központ, amely önfenntartó. És egy olyan kulturális intézmény az ország sok pontjáról, és Európa sok pontjáról is jönnek megnézni az üzleti modellét, hogy tudja eltartani magát. Szeretnénk ilyet, ha nagy dobásról kell beszélni, akkor kettőt mondanék talán. Az egyik a volt gyerekkórház, ez a Veszprémiek számára mond valamit, ez egy 120-130 éves épület, amelyet közösségi központtá szeretnénk átalakítani, illetve egy digitális élményközpont, ami egy új építésű beruházás lenne, ami pedig egy digitális élmény, mint amit a neve is mondja, élményközpont, azaz háromdimenziós, nagyon látványos kiállításokat vagy élmény lehetőségeket szeretnénk biztosítani. Mind a kettőt úgy igyekszünk felépíteni, úgy igyekszünk az üzleti modelljét is kialakítani, hogy ne az önkormányzatnak jelentsen 2023 után terhet, vagy ne elviselhetetlen terhet jelentsen, hanem megálljon a lábán a bevételeiből, a gazdálkodásával. Ugye akár az olimpiánál, az Európa Kulturális Fővárosa vállalkozásoknál is az egyik legnagyobb próbatétel az, hogy amikor véget ér a showműsor, mi lesz utána vele? Kitakarít össze, és mennyibe kerül az, és hogyan. És szeretnénk Veszprémet egy fenntartható növekedési pályára. Említette a pályázatot, ott a pályázatban azt is ígérték, hogy a civilekkel meg az ellenzékkel szorosan együttműködve készülnek majd 2023-ra. Ez a két kör, a civilek meg az ellenzékek kicsi hiányolni látszanak az együttműködést. A civilek egyáltalán nem hiányolják, ők benne vannak minden egyeztetésen. Az ellenzék számára van egy munkacsoport a képviselőtestületen belül, amelynek eddig 4 vagy 5 ülése volt. Sajnos az ellenzéki képviselők közül jó páran nem jelentek meg ezen, és egyébként pedig képviselőtestületi tagok minden információt megkapnak. Köszönöm szépen, kormánybiztos úr, hogy a rendelkezésünkre várom. Ne 5 év múlva, hamarabb. Köszönöm szépen.